Gyakorlatilag így a könyvben ennyi található, még a végén van egy ilyen saját mesém. Annak az a története, hogy pont amikor ezekkel a mesékkel foglalkoztunk, akkor Boldizsár Ildikó tartott egy első meseegyetem nevű rendezvényét nyáron. Háromnapos, tehát egy hétvégi előadássorozatot tartott ott, és az egyik este ott a résztvevők ott próbáltak mesélni. És akkor itt elkezdtem azon gondolkodni, hogy én milyen mesét mondanék. És elkezdtem ott összerakni az egyes részeket, és amikor elakadtam, akkor mindig arra gondoltam, hogy Emma néni az mit mondaná, hogy folytatná. Hát a mese az nem hasonlít Emma néninek a meséihez, de hogy mégis így tovább sikerült lépni. Illetve miközben ezt így gondoltam végig, akkor így ilyen belül egy ilyen képszerűen megpróbáltam ezeket jegyzetelni, hogy itt akkor ez történik, az történik, az történik. És akkor következő nap leírtam ezeket a jegyzeteket, meg egy pár nap múlva leírtam az egész mesét. És ezt azért akartam belerakni, ezt nem fejtegettem a könyvbe, hogy nagyon sokan ezeket a meséket úgy tekintik, mint egy korpusz, sőt, mondjuk kadávert, tehát egy ilyen halott, zárt világot, hogy valakik már elmeséltek egy adott szöveggyűjteménynek megfelelő mesét, és innentől kezdve abból dolgozhatunk. Tehát azért szerettem volna, hogy ott legyen ez az én mesém is, hogy ezeket lehet mesélni. Tehát ki lehet találni a meséket, érdemes szerintem, de lehet, hogy nem lesznek annyira jók, mint ezek a tényleg nagyon nagy klasszikus mesék, amik itt a könyvben is, amiknek az elemzéseit szerepel, de egy idő után szerintem ki jöhetnek belőlük egyre jobbak. Tehát lehet folytatni ezeket a meséket. Hát ez található a mesékkönyvben. Ez gyakorlatilag már ilyen 2015 végére ez elkészült.